Majoros Mária Ármella a Domonkos rendben végzett áldozatos munkájáért és városunk életében betöltött példamutató, oktató, nevelő munkássága elismeréseként Prórbe-díjat kapott, akit az egybegyűltek hosszú vastapssal ünnepeltek a tegnapi díszközgyűlésen. Nagyon meglepett, és nagyon meg vagyok hatódva. Hát igazán erre nem számítottam. És nagyon-nagyon-nagyon hálás is vagyok mindazoknak, akik eljöttek, és hát velem ünnepeltek. A város kulturális életének gazdagításában játszott munkásságának elismeréseként Prórbe-díjat vehetett át Kenész Heka Etelka költő, énekművész, a Szent György lovagrend tagja is. A lelkem tele van égi dolgokkal, és így tudok adni. Hiába lennék én kitüntetett százszor, ha nem tudok adni, akkor én nem örülök neki. És így örülök neki, ha elismernek az emberek. Köszönöm a városnak, és amíg tudok, segítek. Kiemelkedő testnevelő tanári pályafutása, illetve Hódmezővásárhely sportjáért tett, fél évszázados fáradhatatlan szakmai munkájáért poszthumusz Prórbe-díjban részesült Manga Sámuel, néhai testnevelő tanár, sportvezető, amelyet Baló József Mátyás, a néhai pedagógus unokája vehetett át.